Magyarországon naponta 70 ember veszti életét kórházon kívüli hirtelen szívhalálban. A túlélés esélyét jelentősen növeli, ha rendelkezésre áll a helyszínen félautomata defibrillátor, melynek utasításait követve laikusok is szakszerűen és eredményesen biztosíthatják az életfunkciókat az emelt szintű segítség megérkezéséig. A Kartal Sport Egyesület ifjú sportolói 2016. május 20-án több órás első segélynyújtó tanfolyam keretében sajátították el a szakszerű újraélesztést, valamint annak a félautomata defibrillátornak a használatát, amelyet a Kartali Sport Egyesület TAOS pályázati finanszírozás keretében szerzett be. Mit csinálunk olyankor, ha van légzése, de nem válaszol? Stabil oldalfektetést alkalmazunk, ezt fogjuk most megmutatni. Először megmutatom én, utána pedig te jössz, hogyha van kérdésetek, szóljatok. A hozzám közelebb eső karját így derékszögbe teszem, és itt hagyom. Átnyúlok a másik oldalára, mintha adnék neki egy pacsit, lazulj el, légy, tenyér a tenyérben, és oda teszem a füle alá a nyakához, jó? És így tartom, a továbbiakban ezt a kezemet így tartom. Felhúzom a térdénél, így, és egy laza mozdulattal átfordítom magam felé. Itt a lapockájánál rá tudok segíteni, kérlek, tedd le a fejed nyugodtan. Jó, gyertek, légy közelebb ide. Így fekszik stabilan, az azt jelenti, hogy nem fog véletlenül sem megfordulni. A fejét hátrahajtom, kinyitom a száját, hogyha véletlen valami hányadék kijönne, akkor azt nehogy utána belélegezze. Jó, ez nagyon fontos. A mentő kiérkezéséig figyeljük, hogy van légzése, szája nyitva. Nagyon fontos, hogy minél több munkahelyen legyen defibrillátor, viszont az is nagyon fontos, hogy legyen mellé egy nagyon részletes oktatás, amit a háttérben is lehet látni. Oktatás nélkül a készülékkel nem fognak tudni életet menteni. Tehát készüléket mindig az az ember használhatja, aki ki lett képezve az alapszintű újraélesztés folyamatára, elméletileg és gyakorlati oktatást is kapott. Tehát más nem használhatja a készüléket. Gyakran halljuk, hogy a készülék annyira okos, hogy bárki használhatja, mégis megerősítésként elmondanám, hogy mondjuk egy általános orvosnak is egy külön képzés kell hozzá, hogy használja a készüléket. A képzés az elengedhetetlen. Ha javasolni kellene, hogy a képzést rendeljék meg, vagy a készüléket, akkor én inkább az elsősegélynyújtási oktatás mellett döntenék, vagy a kettő egyben nagyon hasznos lehet. Köldök vonalában található a két alsó bordaív kereszteződése. Ez alatt nagyjából a gyomor található. Ez mindenkinek megvan. Ha azt nyomkodná magának, az nem lenne túl jó érzés, azt ott nem nyomkodjuk itt sem. A bordaívek kereszteződése fölött legalább két ujjal, a két méteres az illető, akkor legalább négy ujjal, itt fogjuk nyomni a mellkast, tenyérjellel, tehát itt középen, vagy két mell kiinduló pontja között. Mert meg szokták kérdezni, mi van akkor, hogyha egy lány fekszik a pályán, és valami történt. Itt fogjuk nyomni a mellkasát, amennyiben nem lélegzik. Nyújtott könyökkel fogjuk csinálni a mellkasnyomást, a tenyérélünkkel, összekulcsolom a kezem, mindegy, hogy melyik van alul fölül, ahol kényelmesebb, visszafeszítem, és így fogom nyomni a következő tempóban, 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10. Kérlek segíts, kulcsold össze a kezed, tenyérélel fogod nyomni, 3-tól visszafele számolok is, vedd át kérlek, 3, 2, 1. Jó, és akkor most ti fogtok következni, itt sorba gyertek, mindenki sorra fog kerülni, kérlek váltsd föl, és akkor majd én oldalról segítek, visszaszámlálást ne felejtsétek el, tehát szembelevő összekulcsolja a kezét, tenyérjellel fogja nyomni, 3-tól visszafele számolunk, mehet a számolás. 3, 2, 1. Nézd, ez a tenyérjel, ez lesz itt középen. Itt, azaz.
készülék mellé egy nagyon részletes képzést biztosítunk, az alapszintű újraélesztés elméletét és gyakorlatát tartalmazza, mit kell csinálni egy eszméletlen ember esetén, hogyan kell felmérni, hogy van-e légzése vagy nincs. Ugye, ha van légzése, akkor a stabil oldalfektetést alkalmazzuk, ezt gyakoroljuk az oktatások folyamán. Ha nincs légzése, az újraélesztés lépéseit alkalmazzuk, valamint amit még megtanítunk az oktatáson belül, az az, hogy mit kell csinálni félrenyelés esetén, hiszen több ilyen buta haláleset volt már, hogy félrenyelt egy kisgyerek és nem tudták megmenteni. Ezt egy egyszerű fogással lehetne kezelni. Legrosszabb esetben, ha nem sikerül a fulladás ellátása, megint csak az újraélesztés lépéseit kell megkezdeni. A mentő kiérkezéséig természetesen. Nagyon sok ember találkozott már olyan helyzettel, amikor nem tudott segíteni egy elsősegélynyújtási szituációban, nem tudta, hogy mit kell csinálni. Ebben az esetben segítünk átlendülni ezen a rossz élményen, tehát mindent mindenkinek segítünk megcsinálni az oktatás során, hogy mindenki nagyobb önbizalommal távozzon az elsősegélynyújtás területén. A hirtelen szívhalál 65-85%-ában kamarai szívritmuszavar, az úgynevezett kamarafibrilláció áll a háttérben, melyet a szívizomzat kaotikus elektromos tevékenysége jellemez, és ezáltal a szívnek a normális mechanikai működését, összehúzódását teszi lehetetlenné. A kamarafibrilláció egyetlen hatásos kezelési módja a defibrillálás, mely során áramot vezetnek keresztül a szíven. Defibrillátor így néz ki, ebben a táskában van elhelyezve. Mutatom, hogy hogy működik. Kiveszem a táskából, és letépem a fedelét. Benne található ez az elektróda. Ugye hívtál engem ahhoz, hogy rosszul lett, hívtuk a mentőket, és addig is odahoztam a defibrillátort. A Kartali Kovács László sportcsarnokban elhelyezett újraélesztő készülék nem csak egyedülálló grafikus felülettel, jelzőfényekkel, ábrákkal és feliratokkal, hanem magyar nyelvű hangutasításokkal is irányítja az életmentő személy minden mozdulatát. AED készülék rendben, felnőtt elektródák, őrizze meg a nyugalmát, ellenőrizze a beteg eszméletét, hívjon segítséget. Ne érjen a beteghez. Ritmusanalízis folyik. Jó, senki nem ér hozzá, feltartjuk a kezünket, így fogják látni a többiek, hogy mit kell csinálni. Ne érjen a beteghez, ritmusanalízis folyik. Sok leadása javasolt. Húzódjon félre, ne érjen a beteghez. Nyomja meg a sok gombot. Be fogod kezelni a gépet, kérlek, hogy nézz körül, nézz körül, nézz körül. Senki nem ér hozzá, szuper, és akkor mehet. Jó, jó erősen. Szuper. És akkor mehet tovább a mellkas kompresszió. Nézzétek a kijelzőt. Ha nem nyomom elég erősen, akkor ezt fogja mondani. Megfelelő mellkas kompresszió. Átveszed? Igen. 3, 2, 1. Szuper! Varga Erika a Defibrillátor Plus Kft. Kereskedelmi igazgatója és vezető oktatója, az életmentő tanfolyamot nem csak a fiatalabb korosztályok számára ajánlja. Az oktatás nagyon sokat segít a gyerekeknek, a felnőtteknek és az idősebb korosztálynak is. 60 pluszosok oktatásával is foglalkozunk gerontoandragógusként. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nagyszülők is pontosan tudják, hogyha náluk van az unoka, vagy segítségre szorulnak, akkor mit kell csinálni, hogyan kell például egy fulladást ellátni. Idős otthonokban is, illetve művelődési házakban szoktunk előadásokat tartani. Nagyon-nagyon aktívak, nekik lehetőségük van, nekik is lehetőségük van kipróbálni az előadás során, hogy hogyan kell újraéleszteni. Országszerte csinálunk oktatásokat, bárhova szívesen elmegyünk előzetes megbeszélés alapján, bármikor bemutatjuk a készüléket személyesen, alkalmuk van feltenni kérdéseket, elmagyarázzuk, hogy hogyan működik, mielőtt a vásárlásról döntenének. Az a tapasztalat, hogy nem mindig áll rendelkezésre az a nagy összeg, ami egy defibrillátor megvásárlásához és az oktatáshoz szükséges. Mi azonban abban tudunk segíteni, hogy egyeztetjük a rendelkezésre álló összeget, és segítünk abban egy nagyobb kedvezménnyel, hogy mégiscsak a készülék megfelelő helyre kerüljön, valamint nálunk egyértelműen az oktatást is adjuk. Kiképezzük a pedagógusokat, az edzőket, a gyerekeket, akiket beiskoláznak. Tehát nagyon fontos, hogy mindenben tudunk segíteni, ezért nem fogunk külön díjat felszámolni.
A kartali sportcsarnokban elhelyezésre került életmentő készülék nem csak az ott sportoló gyermekeknek és felnőtteknek nyújt biztonságot, hanem a sportlétesítményhez közvetlenül kapcsolódó Könyves Kálmán általános iskola több száz tanulójának és pedagógusainak is.